Megy a bonyodalom, legurul a hegyoldalon. Arra megy egy biciklis a bal oldalon, rádudál, azt elüti bonyodalom. Megy a bonyodalom, azt gondolja, nincs valami nagy forgalom. A kanyarban egy kamion villog éppen, kiborul a bonyodalom közepében. Innentől a bonyodalom nagyon durva, feltörgeti magát egész bonyolultra. Szembe jön az utcélen a nagyon hülye, úgy elütti, hogy nem marad csak a helye. Szegény hülye a bonyodalom beszívta, innentől már legbelülről bonyolítja. Éppen átmegy az úttesten egy nagy mama, bepörög a bonyodalom kerékagya. El is nyeli a nagymamát egy perc alatt, elnyelődve viszont sokkal jobban halad. Megy a bonyodalom, rászkodik a nagyi nagyon. Megszólal a nagyon hülye, mi lenne, ha gondolkodnék négyünk helyett? Mert az esze minden tud ezt. Szól a nagyi, miért ilyen bonyolult ezt? Direkt ilyen szól a hülye, így lett írva, hogy meg legyen a végére bonyolítva. A kamion ezt nem érti, mit csinál itt ez a hülye meg a néni? A biciklis nem is hallja, rajta maradt a sisakja. Megy a bonyodalom, lefele a hegyoldalon. Szól a hülye, kell, hogy legyen annak nyitja, hogy ez miért lett ennyire megbonyolítva. Megy a bonyodalom, egyre kisebb gubanc van a hegyoldalon. Menne kül a biciklista, a nagyi a háta mögül irányítja. Nem hallja a biciklista, meg lesz ez még a kanyarban bonyolítva. Hülye meg beleült a kamionba, megy a gázpedált a földig nyomta. Megy a bonyodalom, kiabál a vezető a bal oldalon. Megy a bonyodalom, lefele a hegyoldalon. Kúrjong a tavolánál a hülye nagyon, megy a bonyodalom.